A Jurassic World Evolution 2-ben a növényzet és a textúrák kombinálhatósága sokkal részletesebb, mint az első részben. A mostani videóban a mocsárépítést, már ha létezik olyan, hogy mocsárépítés, fogom bemutatni, és 4 különböző módszert fogok kipróbálni, amit itt a videón is látni fogtok. A videó elején itt, ahogy látjátok, elkezdtem megépíteni szépen a 4 ketrecet. Mindegyik ketrecben egy más fajt fogok szabadon engedni, és amit még majd látni fogtok, az a 4 különböző módszer, valamint azok a tippek, amik szerint ezt a mocsár ketrecet, vagy nem is tudom, hogy mondják, mocsarakat így létrehozom. Most az elsőt, amit látjátok, azt ez az ilyen pozitív-negatív, én így szoktam nevezni, módszerrel hoztam létre. Az egészet vízzel kitöltitek, az egész ketrecet, utána pedig megpróbáljátok a víz eltüntető ecsettel szépen ilyen kis érdekes formákra vágni, vagy szeletelni a nagy tavatokat. De mint látjátok, megpróbáltam minél inkább a lekerekített formákat kicsit egyenetlenebbé tenni, és így lett az a ketrec. Aztán itt a második részben, amint látjátok, nekiálltam, és csak úgy szép, kis, rendezetlen módon össze-vissza mindenféle irányba járdákat kezdtem lerakni, és úgy ott hagytam őket. Nos, a járdáknak a funkciója az úgy működik, hogy ha a vizet, a vízecsetet használja az ember, akkor ahová járdát lerakott, oda nem engedi a játék, hogy igazából víz alá kerüljön a járda. És ezt most fogjátok látni, hogy azt, magát a járdát fogom használni arra, hogy ne engedje letörölni a föld részeket a játék. Amit látjátok, éppenséggel arra várok, hogy egy kicsit keljen föl a nap, hogy jobban látszódjon a víz. De lényeg a lényeg, hogy amikor fölkelt a nap, akkor visszaállítottam a sebességet, és most, amit látjátok, csak úgy végighúztam a vizet az egész területen, és egyszerűen nem engedte, hogy letörölje vízzel azokat a részeket, ahol ott volt a járda. Utólag vissza kellett mennem, és a járdákat szépen lebontanom. A harmadik módszer az hasonlóan a járdához egy Jurassic túra, vagy igazából azt hiszem ez pont, hogy ez a hörcsög labda túra volt, ez a Gyrosphere, vagy hogy nevezik, ezt használtam. Ugyanúgy hasonlóan a járdás módszerhez, tehát lerakni valamit, amit nem lehet elfedni vízzel, és így megakadályozni azt, hogy gyakorlatilag az egész víz legyen, de érdekes kis formákat fogunk tudni kihozni negatívban. És íme, ilyen egyszerűen meg is van maga a mocsár terület. Amint látjátok, szépen lebontotta magát az épületet és az egész utat, amin ezek a hörcsöglabdák mehettek volna. És ott van az eredmény. Az utolsó a módszer, mert próbáltam azt a mélységet és magasságot létrehozni, ugyanis a játéknak van egy olyan funkciója, hogy nem engedi a különböző szinteken a vizet egymással összefolyni. Itt arra voltam kíváncsi, hogy ez mennyiben kivitelezhető, és mint látjátok, itt jóval más alakú lett a mocsár. Nem nagyon érnek össze ezek a kis tavak. Igazából úgy néz ki, mint néhány tócsa különböző szinteken, de talán az összes közül ez volt az, amelyik a legkevésbé tetszett, viszont az, hogy a ketrecnek a belső tere az különböző szinteken volt, tehát volt egy kis emelt rész, voltak dombok benne, voltak árkok benne, ebben talán egész jól nézett ki. A következő részben elhelyezgettem, ahova engedte a játék magukat a kilátókat, mert most igazából azt fogom megmutatni, hogy hogyan kell akkor úgy berendezni, hogy azért látványos is legyen egy ilyen mocsár ketrec.
Ami fontos, hogy a kilátótól messzebb levő oldalakon takarjuk el fákkal a ketrecet. Csináljuk úgy, mintha ott lenne egy nagy erdő. És próbáljuk a nézőktől, a vendégektől a látványt blokkolni. Aztán, ami még szerintem nagyon fontos, és ezt minden mocsárépítésnél megjegyezném, hogy használjátok a bokrokat, illetve használjátok ezt a az egyik nem is tudom mi a neve, mert éppensége olyan gyorsan tekerte a videót itt a szemem előtt a program, hogy nem tudtam elolvasni, de hogy ezeket a bokrokat, meg minél több növényt rakjatok bele a vízbe. Legyen jó sok dús növényzet. És ha ez megvan, akkor láthatjátok, hogy milyen a kilátás. Itt gondoltam, hogy még egy kis víz jó lenne az előtérbe a látványnak. És így körülbelül meg is volnak. Aztán tovább haladtunk, itt ugyanazokon az alapelveken indultam. Ide szerettem volna egy ragadozót, vagy egy halevőt elhelyezni. És itt ebben az esetben már a sziklákkal kezdtem, nem pedig a fákkal. A sorrend az teljesen tetszőleges. Azt ajánlom, hogy minden, legyen az mocsár, legyen az sivatag, legyen az mondjuk havas ketrec, tegyetek bele nyugodtan sok-sok sziklát, ettől lesz olyan természetes, ettől lesz olyan random, olyan aszimmetrikus, olyan szép a maga a ketrec. És amit látjátok, rengeteg növényt raktam bele itt a vízbe, hogy úgy legyen olyan lush, nem tudom, hogy mondják, ez az angol neve, legyen olyan szép és burjánzó növényzet mindenütt. Aztán tovább mentem, és nem is tudom, hogy miért a negyedik ketreccel folytattam, de amit látjátok, azt ugye nagyon gyorsan be lehet építeni, tele kell pakolni mindenféle méretű sziklákkal, és ezzel, aha, most jól láttam, ez a Leafy Climbers, ez az, ami egy olyan vegetáció, a vegetation, vagy ilyen növényzet, egy olyan növényzet, amit ha leraktok, akkor vannak benne ilyen kidőlt fák, ilyen kicsit trópusibb növények, nagyon jó kis mocsarat lehet vele létrehozni, egy jó kis díszítő elem magában a játékban. Amúgy pedig, ha ilyen trópusi pályákon vagytok, akkor használjátok az alaperdőt, az jó sűrű, és ajánlott használni ezek mellett pedig még a pálmafákat is. És ne féljetek attól, hogyha ezek a fák benne vannak a vízben, a mocsárnak ilyen természetes velejárója, hogy a vízben vannak a fák. Köszönöm mindannyiótoknak a megtekintéseket, a lájkokat és a szubokat, és ne feledjétek, hogy még jövök vissza újabb speedbuild videókkal a közeljövőben. Sziasztok!